Párizs 2024. Olvasható a felirat Kovács Richárd karján, bizonyítva, hogy viselője ott volt az olimpián. A nyíregyházi boxoló sok meghívásnak tett eleget az ötkarikás játékok óta. A Kossuthban egy kis bemutatót is vállalt az egyik testnevelés óra keretében. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok diáknak, gyereknek valamilyen szinten motivációt tudok adni, ugyanis én hátrányos helyzetű iskolába tanítok, és ugye én is hátrányos helyzetű voltam kisgyerekkoromban, és tudom, hogy milyen. Nem könnyű, hogyha nincs megfelelő támogatás. Ennek érdekében elindítottam egy dolgot, ami szerintem nagyon fog segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeken. Egy alapítványt fogunk megnyitni és alkotni, és nagyon bízom benne, hogy ennek az alapítványnak a segítségével fogok tudni a gyerekeknek segíteni. A gimnázium dísztermében pedig már arról az útról beszélt Nagy Lajos tanítványa a diákoknak, amelyen eljutott az olimpiai 5. helyig. Kisgyerekkorom óta ez volt az álmom, hogy olimpián részt vegyek és olimpián jó szerepeljek. Én úgy érzem, hogy mindkettő sikerült. Sajnálom, hogy érmet nem tudtam hazahozni, de nem vagyok csalódott, ugyanis nem ez lett volna az első olimpiám, de ez volt. Nem az én hibám volt. Ugye első olimpián pontszerző helynek, tehát már nem vagyok csalódott, meg ugye a világ legjobb 20 embere volt ott a súlycsoportban. Nagyon nehéz út, nagyon sok lemondással járt nekem, de legfőképpen a céltudatosság, én azt kiemelném, és az akaraterő. Mert ez nélkül ez a két fő nélkül nem ment volna. A Kossuth diákja volt a háromszoros olimpiai bajnok öttusázó Balczó András is. A rendezvényt megszervező Pazonyi György azonban nem csak ezért tartja fontosnak, hogy az iskolában ápolják az olimpiai hagyományokat. Ha azt mondom, hogy értékvesztett világban élünk, akkor szerintem nem mondok újat. Klasszikus példaként szoktam a gyerekeknek mondani, hogy inkább lelkesednek egy olyan TikTokos sztárért, aki leégeti a haját és ezzel szerez milliós követőket. De mögött nincs tartalom. Amit Ricsi véghez vitt Párizsban, vagy tavaly az Európa játékokon, a mögött van. Ő egy olyan srác, aki mélyről jött és nagyon magasra emelkedett, egyetemet végzett, tanít, példakép a gyerekeknek, úgyhogy ezt szerintem nem kell magyarázni. Kovács Richárd elmondta, egyelőre a sérült vállát szeretné olyan állapotba hozni, hogy ismét ringbe léphessen. Tervei között szerepel az is, hogy elindítsa profi karrierjét.